Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Itt a hétfő este, ugye, ami azt jelenti, hogy itt az Aréna a Szombathelyi Televízió heti rendszerességgel jelentkező sportmagazinja, melynek mai adásában 5 sportággal foglalkozunk majd. A keretet a labdarúgás adja, férfi labdarúgással kezdünk, női labdarúgással zárunk, egy picit udvariatlanok leszünk, de hát én azt hiszem, hogy a lényeg, hogy mind a két foci csapatunk bekerül majd a mai adásba is. Emellett pedig foglalkozunk majd kosárlabdázással, atlétikával, valamint rúdtánccal, rúdfitnesszel, egy új sportággal ismerkedhetnek meg kedves nézőink már, aki eddig nem ismerte meg ezt a nagyon új és nagyon érdekes sportágat. Nyereményünk sajnos a mai napon nem lesz, már csak abból adódóan is, amit már sokszor elmondtam önöknek, hogyha van Falkó játékos az arénában, ugye akkor nincsen sorsolás, mert kénytelenek vagyunk a műsort előre felvenni. Ez a mai napon is így történik. Iván Zsigeranovics vendégeskedik majd itt nálunk. Egyébként, ahogy szoktuk, a jövő héten akkor dupla nyeremény lesz, vagyis kétszer két darab belépőjegyet sorsolunk majd ki, egy hét múlva hétfőn, a Falkó ZTE március 12-i hazai bajnoki mérkőzésre. Tehát érdemes lesz majd a jövő héten is minket nézni, és ezen a héten is, már csak azért is, mert például műsorunk elején megmutatjuk önöknek azt, hogy hogyan kezdte meg a tavaszi szezont a Szombathelyi Svitelszki Haladás NB1-es labdarúgó csapata. Az NB1-es labdarúgó bajnokság 21. fordulójában a tabella 7. helyén álló Szombathelyi Svitelszki Haladás a 6. Újpest csapatát fogadta Sopronban. A találkozót némi meglepetésre az előző játéknapon komoly verést kapó Lilák kezdték jobban. Igaz, ezúttal nem a Videoton volt az ellenfelük, hanem a tavaszi szezon során először pályára lépő szombathelyiek. Ezt kihasználva Perovics már a 13. percben meg is szerezte a vezetést a fővárosiaknak. A légiós két remek cselt követően bombázott Király kapujába. Az első vasi helyzetre kereken fél órát kellett várni, ekkor egy balról érkező beadást Iszlai fejelt nem sokkal kapu mellé. A kontrából viszont Andrics szerezhetett volna gólt, de életerős lövése Király válláról pattant szögletre. Az első félidőben több említésre méltó esemény már nem történt, így pedig 1-0-ás Újpest vezetéssel fordulhattak a küzdőfelek. A második játékrész nem hozott túlságosan izgalmas játékot, Williams a 77. percben ugyan egyenlíthetett volna, de 16 méterről nem talált kaput. Az újpesti Szűcs viszont a hosszabbítás pillanataiban jól célzott, és beállította a 2-0-ás végeredményt. Nagy harc volt a pályán, amiből mi jöttünk ki jobban. Korán megszereztük a vezetést, és úgy gondolom, ezután is irányítottunk. A Haladás rögzített szituációkból, szögletekből és szabadrugásokból próbált veszélyeztetni, de a védelmünk megingathatatlan volt. Kevés helyzet volt a mai meccsen, de így is örülök a 3 pontnak. A Haladás csapata a mérkőzésen nem játszott túlságosan jól, de a játékosok nagyot küzdöttek. Mindent megpróbáltak az egyenlítés érdekében, de az akarás sokszor kapkodással párosult. Így a legtöbb esetben rossz döntést hoztak, ami végül vereséget eredményezett. Ez a pici kis plusz, amit a felkészülési mérkőzéseken is éreztünk, hogy az még hiányzik, az továbbra is az még nincs meg a csapatban. Nagyon-nagyon tette a dolgát a csapat, és azt akarta, hogy meglegyen a pontszerzés, és aztán a hosszabbításnak a bosszabbításában egy baloldali beadás után az Újpest még tudta növelni előnyét. Úgyhogy nem fotballozott le bennünket az Újpest, de érezzük, hogy ennél még többet kell nyújtanunk ahhoz, hogy eredménye párosuljon. A Szombathelyi Gárda visszacsúszott a tabella 8. helyére. A Szombathelyek most már csupán 5 ponttal előzik meg a kieső pozícióban tanyázó Debrecen együttesét. A Vasi Zöldfehérek a 22. fordulóban a sereghajtó Gyirmót FC Győr otthonában lépnek pályára. Kedves nézőink, tehát rosszul kezdődött a sport hétvége, ugye szombaton játszott a Haladás és kikapott hazai pályán, ideiglenes hazai pályán Sopronban az Újpest csapatától, és sajnos vasárnap rosszul folytatódott, ugyanis a Falkó Körmenden szenvedett ezúttal vereséget az Aegis Körmend csapatáról. Többek között erről a mérkőzésről is beszélgetünk két vendégünkkel, mégpedig Iván Zsigeranovicsal, valamint Pichler Gergely technikai vezetővel. Sziasztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az első kérdés akkor rögtön szóljon a mérkőzésről, már csak azért is, mert szerintem mindenképpen érdemes lenne azt kiemelni a meccs elején, hogy ez egy teljesen más meccs volt, mint amit Győrben a két csapat játszott. Minek köszönhető, Iván, szerint ez a hihetetlenül nagy
contrast. Sokkal jobb teljesítményt nyújtott a csapat, mint tette azt Győrben. So first about the championship game, and if you compare with the game in cup in Győr, it was totally different game. And how you think what was this big changing after the cup game? Actually, we have more than 7 days between these two games. Több mint 7 napunk volt ugye a két mérkőzés között. We worked very hard this period. És nagyon keményen dolgoztunk ebben a szakaszban, keményen felkészültünk. And we tried to show some reaction. Tehát mindenképpen reagálni akartunk arra a gyengébb teljesítményre csapat szinten, és erre készültünk. My opinion that we have 33 minutes very very well, but wasn't enough for win in their gym. Én úgy láttam, hogy 33-34 percig kiválóan játszott a csapat, de ebben a körmendi csarnokban ez nem volt elégséges ahhoz, hogy mondjuk egy nagyon nagy szét, egy győzelmet tudjon aratni a csapat. Tudott-e a körmend olyan dologgal előrukkolni, ami váratlan volt, mert gondolom arra számíthattunk, hogy Csorvásit megpróbálják aktivizálni, viszont Kroma játéka az teljesen új volt. So, the Körmend it's a question. The Körmend show something new on the game, or it was the same like in the cup, and special was one new player, Kroma, on the team. What do you think about I don't think that they show some new, because they after this cup they have game away, and they bring us these two new guy, they give some energy, but nothing special. I think that that we play much better than game in cup. And but I told game it's 40 minutes. Yeah. That annyira sok újdonságot nem mutattak, nyilván igazoltak két új játékost, akik természetesen új energiákat tudnak vinni egy csapatba, de ahogy elmondta, hogy 33-34 percig tényleg kiválóan játszott a csapat, de egy mérkőzés ugye 40 percig tart. Tehát. Vélemény szerint mi volt az, amiben a Körmend jobb volt, amellett, hogy 11 ponttal többet dobott? What was the most different, why was a better Körmend? With 11 points in that game against Falco, what was the main thing? The main thing that we our turnovers after our turnovers. Úgy gondolom, hogy az eladott labdáink, amik megpecsételték a sorsunkat. After our turnovers, they have easy points. In és ezek után az eladott labdák után nagyon sok könnyű kosarat szereztek. In fast break and gyors indításból, gyors támadásokból. I think that they make 14-15 points only in fast break. Azt gondolom legalább 14-15 pontot szereztek ilyen gyors indulásokból, könnyű kosarakat szereztek. But I believe that we start we show some good reaction, we work very well. Azt gondolom jól felkészültünk és egy jó produkciót mutattunk ezen a mérkőzésen csapatként. And I hope and I think that we will have two more games before playoff with them and to show this. Úgy gondolom, hogy a rájátszás megkezdése előtt a közép szakaszban fogunk még kétszer játszani ellenük, és ott is meg akarjuk mutatni. Mondom, azt akarja megmutatni ez a Falco, hogy igenis jó csapat. Mi ebben nem kételkedünk, mert azért a csapat eddig remekül szerepel, különösen hazai pályán. Az ő véleménye szerint melyek ennek a sárga-fekete alakulatnak a pozitívi mai, amire mondjuk a jövőt alapozni lehet? Which is the real Falco at home? We are unbeatable, unstoppable. Can say 10 games, 10 win, but away only 2 win games. What do you think? What is the real Falco? Which is the real Falco? Of course, that the real Falco is Falco who play game against Alba, against Szeged, against the best teams. Azt gondolom, hogy az az igazi Falco, aki itt hazaépen legyőzte az Albát, legyőzte a Szolnokot, akár a bajnokságban a Körmendet. Actually, I didn't know nothing before that I come here about the Hungary Championship. Mielőtt érkeztem, ugye nem nagyon tudtam sokat a magyar bajnokságról, ugye december 1-én a ZTL Falco mérkőzés előtt érkezett. But what I spoke with my friends who play here long time, beszélgettem barátaimmal, akik sokat játszottak Magyarországon. They told me that it's very hard to win away even the best teams.
Tehát ugyanúgy elmondták, hogy idegenben bármelyik csapat ellen nagyon-nagyon nehéz győzelmet aratni. Ha már a barátairól beszélt, akár a fizivizsgáját nézzük, akár a hozzáállását nézzük, főképp pedig az utóbbit, a hozzáállást, nagyon hasonlít Pantelicsre, aki a szombathelyi szurkolóknak óriási kedvence volt. Mi az, amit ő elsősorban a kosárlabdázásban érvényre szeretné juttatni? Mi a filozófiája a saját játékára? What is your philosophy from your own play in the basketball court? What you want to show when you start one game, when you prepare for a game, tell me a little bit about your philosophy, about the basketball, about your own things. What you think about the basketball? What is your best things what you can do in defense or offense? Before the game? On the games. What is your strong points? And you Zoltán told you shows the same skills like Pantelic, who play Serbian center, who plays before Falco in 2012, and we played in final game. In my career, I never come on game to show myself, so to give to me to be the best on, and doesn't matter what will team do. Mindig fontosnak tartottam, hogy ne én játszak, ne magamat mutassam meg, hanem inkább a csapat érdekeit szolgáljam. Every game I try to help team. Minden meccsen próbálom segíteni a csapatot. If it's necessary in offense or in defense, doesn't matter what coach. Nem számít, milyen feladatot, akár részfeladatot kapok, akár védekezésben, akár támadásban. What coach or what team need, I will give my best. Amint az edzőnek szüksége van, vagy a csapatnak szüksége van, azt teszem legjobb tudásom szerint. Én egyébként a mentalitásra és a feltétlen győzni akarásra gondoltam, ami miatt általában a szurkok nagyon-nagyon kedvelik az ilyen típusú játékosokat. Why you like the fans is your mentality, your winning mentality special. And on the games, the fans like this very, very much, you know. I told you so I'm here because of team. So I'm not here because of me. I come here to help first of all team. Tehát ez fontos, de mindenképpen, ahogy előbb is mondtam, mindenképpen az a fontos számára, hogy a csapat legyen egy sikeres szezonja. Sikeres és gondolom egységes csapat legyen. Hogy érzi magát ebben az egységes csapatban? Legalábbis ennek látszik a Falco. So, how you feel in the team, with your teammates, with the city, with everything? A little bit. I feel very well. This is 3 months how I'm here. 3 hónapja vagyok itt, és kiválóan érzem magam. And I feel very well. I think that we have good team, good players, good personal. A közösség és a csapat úgy gondolom, hogy jó. And also good coach, of course, because of that I come here. És természetesen a vezetőedzés. Ő miatta is, ő is sokat nyomott alattban, hogy ide igazoltam. Korábban volt edzője is. Like I said, I feel very well, but I will feel very well after season if we do great job. Akkor leszek igazán, természetesen akkor fogom igazán jól érezni magam, hogyha a szezon végén egy jó eredményt csinálunk. And of course I believe in that. És természetesen hiszek abban, hogy ez sikerülni fog. Nem furcsa számára a magyar bajnokságban játszani, tudva azt, hogy Euroligában, Eurocupban, Adria ligában játszott eddig, ami azért mind a három eléggé nívós sorozat. You played before Euroleague, Eurocup, Adriatic League. It's not smaller to play here in Hungarian championship, what you think after this high level championships and international cups? Is not smaller. I'm not young like I was. Hát én sem vagyok olyan fiatal, mint voltam korábban. Actually, when I play, when I play these leagues, I play almost three competition in one season. So amikor akkoriban ugye egy szezonban akár három bajnokságban és a nemzetköziben, a saját bajnokságon, kupában is szerepeltem egyszerre. I'm very satisfied how everything passed and now it's. Nagyon elégedett vagyok azzal, ami a múltban történt. So now it's this time that I come here to give my experience. Most azért vagyok itt, hogy a tapasztalataimat adjam a csapatnak. In this team, in this league. Ebben a kosárlabda bajnokságban.
For me, he's proud whenever I play, so doesn't matter. Ugyanúgy büszke, bárhol játszik, tehát ezt nem figyeli annyira. Hát 32 évesen még fiatal ember. Yeah. Tehát. You are a young player with 32 years. Na, a viccet félretéve, a héten okay, két meccs várátok, két hazai bajnoki mérkőzés. Mit kell Piki ezekről a meccsekről tudnunk? Igen, szerdai napon 18:30-kor ugye a Sopron ellen lesz egy hazai mérkőzés, és szombaton pedig a Pécs PVSK ellen lesz 18:00-kor. Két hazai mérkőzés. Én nagyon bízom abban, hogy két hazai győzelemmel, és folytatjuk ezt a jó hazai szériánkat. Mire fel ez a sűrű sorozat? Mert két meccs egy héten, azért a többi csapat kevesebb. A soproni mérkőzés az egy 25. fordulóból előrehozott mérkőzés. Ugye akkor van 2 hétig a birkozó Grand Prix, és ugye a terem foglaltság miatt azt a mérkőzést előre kellett hoznunk egy hétközi napra, ahol nincsen forduló. Tehát azon a napon mi fogunk játszani egyedül. Iván, mit vár ettől a két mérkőzéstől? So now, a hazai meccsekről it was lesz. The past, now we start to speak from the future. This week we have 2 home games, first and Wednesday against Sopron, and Saturday home game against Pécs. What you expect from the games? I expect wins, of course. Mind a két meccsre természetesen győzelmet vár. We have to win these two games. We don't have excuse for this. Nem lehet semmi kifogás, ezt a két mérkőzést meg kell nyerni. Utolsó kérdés, akkor nem is lehet más. The last question is? A Falkó vagy a Kecskemét végez majd előbbre a bajnokság végén? Who will be for on the championship, Falkó or Kecskemét? Who will be for in the tabelle? Who will be in the better position, Falkó or Kecskemét in the championship? A Kecskemét cannot be in front of us. Never. Nem fog minket megelőzni a Kecskemét, biztos vagyok benne. Right now they are too low, they fight for nagyon messze for playoff. Úgy gondolom, hogy ők a rájátszást jelentő helyekért küzdenek. They fight for playoff, we fight for semi-final, so this ők a rájátszásért küzdenek, én úgy gondolom, hogy mi úgy bízom benne, hogy az elődöntőért küzdünk. Ha már a körmenddel kezdtük, akkor a körmend esetében ki végez előbbre, a körmend vagy mi? Who will be in better position after the season, Falkó or körmend? This is strong question. Actually, we have a lot to play. We have, I don't know, 7 more games regular season, and after that, this small league. Everything is possible, but I believe in this team, and I believe in my players, my coach, my team. Azt gondolom, még hosszú a bajnokság, ugye 7 alapszakasz mérkőzés, plusz a 8 középszakasz, tehát még sok minden történhet, és nagyon együtt van a mezőny. Egyébként, ha a tabellára tekintünk, tényleg így van, egyedül az Alba Fehérvár az, aki ellépett a mezőnytől az első helyen, a többieknél nagyon nagy a tülekedés. Time is working for us, definitely. Azt gondolom, hogy az idő nekünk dolgozik. We are new team, we are... Új alakuló csapat this, vagyunk a szezononunk belül. This team bring 2 players, me and now Bahram, so we need time for sure to catch our... Tehát szezon közben ugye érkezett decemberben ő, aztán Andrew Berhem érkezett, szóval ehhez még kell idő, hogy szépen összeálljon ez a dolog. Ez egy diplomatikus válasz. Ez a diplomatic answer, but it's okay. It's not diplomatic, it's true. So yeah, for sure, I know that everybody would like to say yes, Falkó will be front of everybody, but I told we fight for that for sure. Before every game we go to win. So azon könnyű lenne azt mondani, persze, hogy biztos, hogy előttük végzünk, de azon dolgozunk, hogy tényleg az elődöntős célt. One is for sure that everybody of us will give the best, everything to bring good result this season. Tehát azt gondolom, hogy tényleg a legjobbunkat akarjuk adni, hogy tényleg egy kiváló eredményt érjünk el a szezonban. Én azt hiszem, hogy ha körmendet megelőzzük, akkor valószínűleg a dobogón leszünk, sőt, biztos, hogy a dobogón leszünk. Én köszönöm szépen, hogy bejöttetek hozzánk, és thank you for the interview. Sok sikert kívánok. And good luck for the season. Okay. Kedves nézőink, mi pedig akkor folytassuk atlétikával, már csak azért is, mert a hétvégén itt Szombathelyen rendezték meg a téli dobó országos bajnokságot. Szombathelyen a Sugárúti Atlétikai Centrumban rendezték meg a téli dobó országos bajnokságot. A viadalon lényegében a teljes magyar élmezőn képviseltette magát, már csak azért is, mert közülük többen a fedett pályás Európa bajnokságra készülnek. Így például az olimpiai bronzérmes Márton Anita is, aki nem csak főszámában a női súlylökésben lépett dobókörbe, hanem diszkoszvetésben is. Előbbit végül 18 méter 75 centiméterrel, míg utóbbit 55,55 század méterrel nyerte meg.
Nagyon örülök a mai versenynek, mert nagyon jó sorozatot löktem még így munkából is, ugyanis ezt a hetet még munkával töltöttük otthon. Hétfőn még lesz egy keményebb napom, és utána kezdünk csak pihenni. Mindenféleképpen nagyon biztató, hogy két lökésem is volt 18-70 fölött, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből egy rápihent állapotban lehet országos csúcsot lökni. Diszkoszt is megnyertem, 55 méter 55 centit dobtam. Ott sem volt rossz a sorozatom, de az igazság, ugye most kifejezetten súlylökésre készülök már évek óta, mert a diszkoszvetés csak egy ilyen mellékszám számomra. Természetesen a hazai dobóeses sportolói is kiemelt figyelmet szenteltek a versenynek. Szerencsére az olimpiai bajnok Pars Krisztián deréksérülése sokat javult a viadal napjára, így pedig dobókörbe tudott lépni a vasi klasszis. Végül 74 méter, 44 cm-es teljesítménye aranyérmet ért, amivel kifejezetten elégedett volt a szombathelyi sportoló. Úgy voltam vele, hogy a bemelegítőre tudok 70 méter fölött dobni, és ne enged a derekam, akkor elindulok. De viszont, ha nem tudok, akkor nem. Ugye vagyok ilyen, hogy bevállaltam mégis. És most, hogy látom az eredményt, úgy gondolom, hogy azt, amit én vártam magamtól valahol, ha tényleg minden jó, reagál az izomzat, tényleg működik minden, akkor ezt az eredményt vártam magamtól. Ez ilyen pillanatban azt mondom, hogy számomra egy nagyon jó eredmény. Hát itt elég összetett a dolog, hogy nekem volt egy lovaglóizom műtétem is, ami a jobb lábam sebességét korlátozta idáig. Most viszont ugye mivel most vagy ilyen közel 8, hát 7-8 hetet végig tudtam csinálni úgy, hogy tényleg a derekam egyszer nem volt ilyen panaszom 8 hétben. Most viszont volt, de tudjuk kezelni. Ugye ez a lovaglóizomnak, ennek a jobb lábnak is gyorsan kell menni körbe ahhoz, hogy legyen itt eredmény. És hála Istennek ez ma valamilyen szinten elindult. Féltem tőle, hogy nem, mert mivel eddig csak terhelünk, ugye gyorsító munkát nem végzünk, hiszen alapozó időszak van. Viszont ugye a bal bokámon is volt egy műtét, ami ugyanúgy az első dobásra meg is ijedtem, mert nem éreztem azt, hogy ez most menni fog ma, ez a boka. És itt igazából a bőrről van szó, úgyhogy elég összetett a dolog, azért mondom, hogy három helyen van rajtam egy X, ami mindig kérdőjeles, hogy működni fog-e, de úgy néz ki, hogy már este működik. Én bízom abban a következő 2-3 hónapban végig tudom úgy csinálni, hogy erre át tudjam tenni ezt a 6-7 métert. A sztárok eredményei mellett még bőven akadt figyelemre méltó teljesítmény. Határozottan jól dobott a női kalapácsvetést megnyerő Gyurács Réka, és a férfiak között Pars Krisztián mögött második helyen végző Halász Bence is. A fiatal versenyző 73 méter, 22 cm-es produkciója határozottan biztató az idei korosztályos világversenyek előtt. Kedves nézőink, ahogy ígértem, akkor egy olyan sportággal is foglalkozunk a mai adásunkban, amellyel eddig még ezt nem tettük meg, de lehetséges, hogy ezentúl majd rendszeresen fogunk beszélni önöknek a Root táncról és a Root fitnessről. Egy új sportágról van szó, egyre népszerűbb ez a sportág, és éppen ebből az apropóból meghívtunk három hölgyet, akik kapcsolatban vannak ezzel a sportággal, Butiné Szabó Viktóriát, aki oktató a Polever Root tánc és Root fitness stúdióban, és két versenyzőt. Én azt hiszem, nyugodtan ne beszélünk benneteket így, mégpedig Báhegyi Katát és Mácsai Zsófiát. Sziasztok, jó estét kívánok! Az első kérdés akkor legyen a sporttal kapcsolatos, már mint a sportággal kapcsolatos. Egy átlag magyar állampolgár, hogyha meghallja azt a nevet, hogy Pirner Anna, akkor azonnal Alma, így van, össze tudja kötni akkor ezzel a sportággal, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy sportággal. Én megnéztem azokat az anyagokat, amiket küldtetek. Ez egy nagyon-nagyon kemény sportágnak tűnik a számomra. Mi a lényeg ennek, hogy ez mennyiben sportág, és mondjuk mennyiben akrobatika, mert akrobatikának is akrobatika. Hát szerintem egyre jobban sportág lesz, ahogy egyre elterjedtebb, meg ahogy a sportolók egyre nagyobb, szélesebb rétegből özöllenek be a rútba, a rút fitnessbe, de mennyire akrobatika, hát attól függ, hogy milyen verseny, vagy milyen stúdió. Én akrobatikus balettnek is szoktam hívni ezt a fajta mozgást, mert szerintem ez úgy eléggé elképzelhető így. Egyébként ugye úgy lett összeválogatva ez a kis társaság, hogy így fogalmazzak, hogy van köztetek egy olyan, aki más sportágban már alkotott maradandót. Te viszont, Zsófi, mondhatjuk, hogy csúnyán fogalmaz, az utcáról estél be, és kezdtél el foglalkozni ezzel a sportággal. Mi késztetett arra, hogy megpróbáljad, és hát mennyire számított az elején, amikor elkezdted, hogy ugye a rúttáncnak annak van egy olyan kis furcsa mellékzöngéje a férfiak számára? Hát igazából 3,5 évvel ezelőtt mentem el a legelső órára. Egy barátnőmmel együtt közösen találtuk ki.
mit mondjak. Megbántod azóta, hogy elkezdted az egészet? Vagy nem, egyáltalán nem bántam meg. Az órák nagyon szépen fel vannak építve igazából. Az első órán ugye nem tudtam, hogy mire számít csak pontosan. Ezért kezdtem el többször is látogatni az órákat, mert kíváncsi voltam, hogy ez valójában mi. Hát persze, hogy voltak azért mellékzöngék, ahogy fogalmaztál, de nem nagyon törődtem vele, mert az első órán is már érzékeltem, hogy ez nagyon kemény sport. Egyáltalán nem arról szól, mint amire a legtöbb ember gondol. Nyilván vannak ilyen részei is, mi ezeket a dolgokat nem csináljuk, nem kóstoltunk még bele, nem is szeretnénk. Hát nagyon kemény sport, és ez mindenféleképpen nagybetű sport. Akkor te téged mi készített arra, hogy a kötélugrás után egy újabb sportágba is belekóstoljál? Nem tudom, az a kék folt a kezeden, az ruttánc? Igen, 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 ez attól van. Ez attól van? Van még máshol is, de ez a legláthatóbb most. Azért is jöttem ilyen felsővel, hogy lássák az emberek, hogy ez kemény dolog. Megerőltető sport. Mi készített a váltásra? Vagy nem is volt váltásra beszélni? Nem igazán a váltás, a kötélugrás az még mindig a fő egyelőre, de... Mivel 10 éven keresztül én egy cirkuszban dolgoztam, úgyhogy ott már kapcsolatba kerültem ilyen akrobatikus dolgokkal, és nem szeretem a magasságokat annyira, úgyhogy a ruttánc egy olyan dolog, amiben hasonló fizikai felkészültség szükséges, de mégsem kell az egekbe másznom. Egyéb iránt kiknek lehet ajánlani ezt a sportágat, mert gondolom azért az nem árt, hogyha az illető hölgy esetleg tudja azt, hogy ilyen kék foltokat is össze lehet szedni. Hát szerintem első körben mondjuk azt, hogy mindenkinek ajánljuk, de annyira összetett az egész, hogy mindenki megtalálja benne azt a szegmenst, azt a részt, azt a kis pici szeletet, ami neki tetszik, vagy hát nem tudom, amit ő be tud fogni, amire képes. Szóval ezért is, amikor azt mondom, azért is nem csak Rutsport vagy Rut Fitness Stúdió lett a nevünk, mert én azért szeretném a ruttánc részét is belevonni, szóval egy ilyen kis élményt, egy befoghatóbbat, egy én nem mondanám, hogy könnyebbet sokkal, de szerintem ami úgy a szórakozás inkább, mint a gyötrelem. Az elén Zsófi említette azt ugye, hogy ti egy bizonyos részét nem próbáltátok még meg ennek a műfajnak, a ruttáncnak, pedig szerintem az egész történet a nőiességről, a szépségről szól. Mennyire fontos neked ez, hogy kifejezésre juttasd esetleg saját magadat ezáltal a sportáltal, mert ha jól tudom, akkor azért már versenyeztél is. Igen. Ez a verseny kifejezetten pontosan erről szólt, hogy a saját magunk stílusában mérettethetjük meg magunkat. Hát mindenféleképpen fontos a nőiesség, mert azért a mozgáson is nagyon látszik, hogyha valaki mondjuk nem sportolt, vagy nem nincsen semmiféle táncos múltja, mármint úgy értem, hogy... Igen, olyan táncos múltja. Igen. Nem olyan táncos múltra gondolok. Nem tudom. De ez egy mindenképpen egy kihívás lehet a számodra is, nem? Tehát az, hogy már csak az is, hogy leszüljed, az, hogy mennyit fejlődsz. Igen. Hát 3,5 év alatt azért nagyon-nagyon sokat lehetett fejlődni. Most hát én legalábbis nagyon sokat fejlődtem, mind fizikálisan, mint mindenhogyan. Amikor az első órán részt vettem, nem éreztem ennek a sportnak a lényegét, a mozgásnak a lényegét. Szerintem az első pár óra alkalmával ezt már nagyon szépen el lehet, nem azt mondom, hogy 100%-osan sajátítani, de aki ráérez, szerintem az nagyon könnyen bele tud rázódni. Kata, te milyen hasonlóságokat vélsz felfedezni a kötélugrással kapcsolatban? Mert ugye amikor azt elkezdtétek, az mondhatni azt, hogy egy szűz terület volt. Tehát itt Szombathelyen, Magyarországon elég ismeretlen volt ez a sportág, most már nektek köszönhetően is, szinte mindenhol ismerik. Nekem úgy tűnik, hogy a ruttánc is jelen pillanatban hasonló cipőben jár, és a Rut Fitness is. Hát igen, ez is egy olyan dolog, amivel sok ember még nincs tisztában, hogy mit is lehet, meg mi is ez a ruttánc. Úgyhogy ebből a szempontból hasonló a kötélugrással, de a többiben viszont teljesen különböző, tehát teljesen más fizikális felkészültség szükséges hozzá. Például én is sportos alkat vagyok, de mégis nehézségeim vannak néhány elemben. Tehát nem az az egyszerű dolog, hogy
aki valamilyen sportot tűz, akkor az ebben is jó lesz. Tehát edzeni kell. Edzeni mindenhol kell, szinte, akármilyen sportágról van szó. Egyéb iránt ez versenysport, vagy pedig szabadidősport? Mert mi általában ezt a kettőt el szoktuk különíteni egymástól, de sokszor olyan van, hogy a kettő közti különbség, a határ elmosódik. Nálatok ez hogy van? Hát nem mosódnak el a határok ebben. Lehet szabadidős tevékenységnek is csinálni. De hát a versenysport persze, hát hogyne. Nagyon komoly szabályrendszere van, abszolút be van határa. Most éppen ugye pár lány indul talán az idei bajnokságon, magyar bajnokságon. Hát nagyon bonyolult, szóval nagyon szigorú szabályrendszer. Zsófi, te mit fogalmaztál meg magadnak célként? Azt, hogy ebben a műfajban, ebben a sportágban élversenyző leszel, vagy csupán azt, hogy egészséges leszel, csinos leszel? Igazából saját sport erről szól, nem? Igen. Saját magamból próbálom kihozni a legjobbat, és ami tőlem telik. Igazából ez a fő cél. Egyébként minek lehetne mondjuk azt köszönni, hogyan lehet megvalósítani azt, hogy hasonló tömegeket mozgasson meg, mondjuk, mint a kötélugrás, vagy a kötélugrás, és egyre többen is többen vannak itt Magyarországon is, és hát Nyugat-Európában meg óriási népszerűségnek örvend. Így van, hát talán az segít, hogy minél többet kell reklámozni a dolgokat, és minél több réteget kell megközelíteni gyerekektől a felnőtteken át, tehát bemutatni azt, hogy tényleg ezt mindenki valamilyen szinten tudja csinálni. Van, aki csak szabadidős megközelítésben, van, aki majd később versenyző lesz, és esetleg a legjobb lesz, úgyhogy mindenkinek a saját útját kell ebben megtalálnia. Én olvastam egy interjút, többet olvastam veled kapcsolatban, Viktória, amikor készültem erre a műsorra, és volt egy érdekes nyilatkozatod, mégpedig arról, hogy ezt a sportágat nem csak nők, nem csak hölgyek űzik, hanem férfiak is. Na, hogyan kerülnek a férfiak a rúdra? Mert azt el tudom képzelni, hogy a tűzoltók, amikor csúsznak le mondjuk a lánglovagok egy bevetésre, akkor ilyenen közlekedne. De hogyan kerülnek férfiak mondjuk egy ilyen fitness stúdióba? Hát először felszerelik a rudat. Viccen kívül tényleg így volt, mindenki kipróbálta, aki ott volt, Szaki a stúdióba. De hát én gondolom, hogy a tornászok, a parkürősök, a street workoutosok, ő nekik ez teljesen hazai terület. Az akrobatáknak, a cirkuszosoknak ez egy külön műfaj, tehát ez a Chinese pole-nak hívják. Végül is onnan is jöttek be az akrobatikus elemek a rudtáncba vagy a rudfitnessbe. Úgyhogy így kerülnek be a férfiak, és nagyon komolyan, mint ahogy annak idején gondolom a tornába, ahogy bekerültek a férfiak. Tehát az 1920-as, 30-as évek tornája, ugye az, ha visszanézzük, milyen volt egy talajgyakorlat. Ezzel kapcsolatban, Zsófi, te mondjuk mit szólnál, hogyha a párod azt mondaná, hogy ő rudtáncolni akar, milyen segítséget nyújtál neki? Lebeszélnéd róla, vagy esetleg rábeszélnéd, igen, hogy érdemes ezt megpróbálni? Én mindenféleképpen rábeszélném. És milyen okokból kifolyólag? Hát nálunk is van egy fiatalember, aki nagyon szépen fejlődik látványosan. Szóval mind az izomzata, mindenféleképpen. Szóval ő félre tudta tenni például ezeket a dolgokat, hogy miket gondolok. Az előítéletekre gondolok. Én mindenféleképpen támogatnám benne, mert én teljesen más szemszögből látom már ezeket. Kata, te milyen célt fogalmaztál meg magadnak amellett, hogy egy új területet is kipróbálsz? Hát én ugye inkább abból a szempontból közelítem meg, hogy szereplés szempontjából, tehát egy műsorszámot szeretnék majd egyszer, hogyha jó leszek, és a versenyzést a Viki most már próbál meggyőzni arról, hogy induljak majd esetleg későbbiek folyamán, úgyhogy az is a terveim között szerepel. Volt egy érdekes kijelentése Katának ugye azzal kapcsolatban, hogy az utánpótlás. Mennyire lehet ebbe a sportágba bevonni a gyerekeket? És mennyire lehet bevonni mondjuk éppensége fiúkat, hogyha erről van szó gyerekkorban? Ja, hát a fiú, gyerek-fiú, hát na ez szerintem a legkényesebb terület, egyelőre legalábbis Magyarországon nálunk, de a gyerekeket, azokat szerintem kivonni nehéz belőle, szóval ott a kislányok azok inkább ilyen őrületszerű. Egyébként ez milyen elfoglaltsággal jár a számotokra? Hányszor kell mondjuk hetente ahhoz edzeni, hogy az ember mondjuk versenyzőként is kipróbálhassa magát? Hát szerintem a heti 3 óra az a minimum, és akkor ezen felül még a szorgalmi
Mi az, ami hasonló mondjuk a kötélugrással, és mi az, ami lényeges különbség mondjuk a kötélugrás és a root fitness között? Hát ugye a kötélugrás inkább a lábakat vesz igénybe, a rootból meg azt mondanám, hogy végül is az egész testet, de inkább a felső test, kar, vál, hasizom. Tehát ezt én is érzem, hogy mióta elkezdtem rúttáncolni, változik az embernek a teste, tehát olyan izmokat mozgat meg, amit még előtte életében nem érzett és nem használt. Úgyhogy például a fiúkról beszélgettetek az előbb, és ők például inkább erőelemeket is tudnak, tehát sokkal magasabb színvonalon, meg nehezebb dolgokat esetleg, mint egy nős. Sajnos, igen. Úgyhogy mivel én ebből a világból is jövök, tehát nálunk a cirkuszban a fiúk is ugyanúgy, nincs ez az ilyen előítélet, hogy most nők vagy férfiak, tehát ott mindenki ugyanazt csinálja. És inkább ilyen akrobatikus szempontból van megközelítve, nem pedig az általános elképzelés erről a dologról. Egyébként ugye mi azt szoktuk mondani férfiak, hogy nagy hatalom vagyunk a szépség terén, olyan szépek a magyar hölgyek. Mennyire jók a magyar versenyzők ebben a sportágban? Mert ugye az elején beszéltünk Pinner Almáról, aki Alma, és azt hiszem tudjuk róla, hogy ő azt hiszem Európa bajnok, világbajnok, tehát nagyon-nagyon hát, komoly. Amiben ő az lett, az nem ez a, azt hiszem ő erotikus táncvilág bajnok, valami ilyesmi. Nem vágom. Megmondom őszintén. Tehát ő a root tánc oldalát hozta be, szerencsére Magyarországra, aztán ez elment a volt férjével együtt, és ő rajta keresztül átment a sport fitness irányába, de tehát ő nem a sport részében lett világbajnok, ha ezt mondhatom. Attól függetlenül vitathatatlan az érdeme, meg hát egyáltalán ő volt tényleg ennek itt Magyarországon, aki letette itt ezt az alapokat ebbe. És mi volt a kérdés? Azt, hogy mennyire vagyunk nagy hatalom ebben a sportban. Ja, igen. Hát ugye elég sok világbajnokunk, Európa bajnokunk párosban is, egyéniben is van. Férfi van, egyelőre még nem világbajnok vagy Európa bajnok, azt hiszem, mert ő a balettból jött be, de illetve a tornából is jöttek be, Pesten vannak egyébként többen. De szerintem alakul az a rész is. A versenysport része is. Ugye, mivel egy olyan sportágról beszélünk, ami nem olimpiai sportág, ezért elég sokféle világbajnokságot, Európa-bajnokságot, szóval mondhatjuk, hány szervezet, ugye, mint annak idején igen, a karatéba, vagy nem tudom, hogy most persze. Is úgy van-e, hogy hányféle verseny van. Hát abban ugye rengeteg világbajnokságot, Európa-bajnokságot ilyen-olyan kategóriákban rendeznek. Szóval ilyenekből azért van bőven. Utolsó szó, Jögán Viktória, hogyha egy kis reklámot kellene csinálni ennek a sportágnak, akkor mi az, amit gyorsan csokorba tudnál szedni, hogy ezért és azért ajánlod ennek és ennek a korosztálynak? Hú, akkor én beszélek a saját korosztályomról, ti is beszéljetek a sajátotokról. Az én korosztályom... Egy korosztály vagytok, nem? Jaj, igen, mindenképpen. Az idősebb korosztály. Hát nekünk például nőknek ugye... Azt hiszem, hogy nagyon nagy gond a csontritkulás, és nem kell mondjam, hogy egy ilyen sport, ahol nagyon az erő úgymond hát túlsúlyba kell, hogy legyen, ez például arra tökéletes. Zsófi, miért ajánlanád? Hát én a korosztályomnak mit ajánlanék? Hát igazából szerintem ez egy elég női sport, szóval hogyha ha szép izomzatot szeretne, szép hajlékony szeretne lenni, a nőiességét még jobban szeretné fejleszteni, akkor mindenféleképpen próbálja ki. Lehet ezt megfokozni, Kata? Szerintem a Zsófi mindent elmondott. Igen. Ugye mindenkinek más a célja, de szerintem mindenki megtalálja benne azt, amit jó akar. Tehát aki szép akar lenni, erős akar lenni, az akkor menjen a root fitness-t gyakorolni. Én köszönöm szépen, hogy láthatatok a stúdióban, és további sok sikert kívánunk akkor nektek, akár versenyzőként, akár csak hobbiból. Kedves nézőink, mi az adásunk végén, akkor foglalkozunk továbbra is a hölgyekkel, ugyanis megkezdődött a bajnokság a Victoria FC női labdarúgó csapatának is. Nézzük azt, hogy hogyan készültek fel a szezonra a szombathelyi hölgyek. Közel két hónapos felkészülés végén rajtra kész a Victoria FC NB1-es női labdarúgó csapata. A szombathelyek sajnos nem a legideálisabb körülmények között hangoltak a tavaszi szezonra, de ennek ellenére az előre eltervezett munkát sikerült elvégezniük. Csordás Csaba vezetőedző elégedett a játékosai hozzáállásával, bár véleménye szerint nem ártana, ha bővebb kerettel tudnának együtt dolgozni.
Én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült, ugye 7 hetet terveztünk közösen a csapattal, de már előtte ugye mindenkinek volt egy 2 hetes egyéni program alapján felkészülés. Elég bizakodó vagyok a hétvégére való mérkőzésre. Voltak edzőmérkőzések is, voltak ilyenek is, voltak olyanok is, azokat hogyan tudod értékelni összességében? Hát így, ahogy mondod, hogy eléggé vegyes érzelmek voltak, de nagyon örülök annak, hogy rengeteg olyan probléma kijött, amin kell még javítani, úgyhogy volt időnk bőven erről még beszélgetni a lányokkal. Ugye elég erős ellenfelekkel is játszottunk, legalább éreztük azt, hogy most hol tartunk. Ugye nyilvánvaló, hogy ezeknél a mérkőzésen egy picit beleszólt az is, ami ugye most jellemző volt itt egész Vas megyére, hogy különböző vírusok ugye állandóan negyedelték a csapatot, de hál' Istennek most már mindenki célegyenesbe egészséges, mindenkire tudok hétvégén számítani. A beszélgetések után akkor a tettek következnek, és rögtön tán a legnehezebb feladat. Hát így van, ugye a Ferencváros, bátran mondhatom azt, hogy az első osztály legjobb csapata, de ugye már bizonyítottuk egyszer, hogy meg is tudtuk őket verni, ugye előtte már volt, hogy döntetlent játszottunk, velünk, most is úgy fogunk oda menni, hogy egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Én úgy érzem, hogy a lányok mindenben fel vannak készülve, aztán majd meglátjuk, hogy ugye majd a játéktéren mi fog történni. A Szombathelyi Gárda nagyon jó őszi szezont produkált. A csapat a Magyar Kupában bejutott a legjobb 4 közé, a bajnokságban pedig a második helyen áll. Ráadásul a Vasiak az év egyik legnagyobb szenzációját szolgáltatták azzal, hogy 2-1 arányban legyőzték a Magyarországon lassan, de biztosan egyeduralkodóvá váló Ferencváros együttesét. Ha nagyon őszinte szeretnék lenni, akkor a felkészülésünkben azért van egy kis hiányérzetem, abból a szempontból, hogy a külső körülményekkel azért elég rendesen meg kellett küzdenünk, tehát gondolok itt az időjárási körülményekre. És ugye emiatt sokszor volt, hogy teremben, illetve konditeremben tudtuk megoldani az edzéseket. Ennek ellenére azt mondom, hogy egy sikeres felkészülésen vagyunk túl, a csapat nagyon keményen dolgozott, és abszolút várja a bajnoki rajtot. Mennyire vagytok optimisták, mert jelenleg a pozíciótok nagyon-nagyon jó, viszont nagyon kemény ellenfelek is vannak. Abszolút optimisták lehetünk, hiszen eddig a Ferencváros csak mi tudtuk megfogni ebben a bajnokságban. Nyilván ez egy másik meccs lesz. A bajnokság elején vagyunk, nyilván a Ferencvárosnak is ez egy másik meccs lesz. Én bízom benne, hogy 3 ponttal térünk haza. Nagyon nehéz előre jósolni, főleg egy kicsit távolabb nézve a jövőt. Mire tartott képesnek a csapatodat, mivel lenni elégedett a szezon végén? Én úgy gondolom, hogy abszolút reális az a cél, amit kitűztünk magunk elé a bajnokság elején, hogy kupát, illetve vagy bajnokságot szeretnénk nyerni. Abszolút a csapat ki van éhezve a sikerre, és bízom benne, hogy mindent meg is teszünk ezért. A tavaszi szezon első fordulójában sajnos csupán egy fél időt bírtak a szombathelyek a bosszúra szomjas Ferencváros otthonában. A Fradi 1-1-es első játékrészt követően 5-1-es vereséggel küldte haza a szombathelyi együttest, amely ennek a méretű zakónak köszönhetően visszacsúszott a tabella 3. helyére. A Vasiak legközelebb március 12-én vasárnap lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, amikor is a sereghajtó Budapest Honvéd csapatát fogadják hazai környezetben. Hát kedves nézőink, sok jó hírrel nem szolgálhattunk, és a hétvégén kikapott a Haladás, kikapott a Falko, és sajnos kikapott a Viktória is. Én remélem, hogy ennek ellenére is jól érzték magukat ebben a szűk 3-4 órában, megpróbáltunk sokszínű műsort összeállítani. Önöknek, én kollégáim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Itt a Szombathelyi Televízióban hamarosan a híradó ismétlése következik majd. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra! We'll be right back.